Győzzetek, ha tudtok, veszítsetek, ha mertek, de soha ne adjátok fel. Mondta beszédében Vladár Sándor, a Magyar Úszószövetség elnöke, a fiatal úszópalántáknak a jövő bajnokai program évnyitó összrégiós versenyén, a Tüskeuszodában. Az ország legtehetségesebb 15 éven aluli versenyzői gyűltek össze a fővárosi vizes komplexumban, hogy összemérjék tudásukat kortársaikkal. A régiók közötti küzdelmet, vagyis az összesített pontversenyt a Dél-Alföldi térség csapata nyerte meg. Az esemény fő attrakcióján, a csillagszóró futamon a fiúk között az Iron Swim versenyzője Bujdosó Zsombor, a lányok mezőnyében pedig a Hódmezővásárhelyi Ugrai Panna győzött. De ahogyan a szervezők is elmondták, ezúttal nem az eredményesség, hanem sokkal inkább az élvezet volt előtérben. A Magyar Úszószövetség kiemelt feladata továbbra is az, hogy a jövő bajnokai programot gondozzuk. A mai nap egy különleges esemény volt, mert megtisztelték az eseményt államtitkár helyettesek, sportigazgatók, vezérigazgatók és hát leginkább olimpiai bajnok testületének számos tagja. De próbáltuk kellő köntösbe öltöztetni ezt a mai napot. El kell mondjam, hogy kb. 15 millió forint értékben kaptak felszerelést a bajnok programban résztvevő gyerekek. Én szerintem ez egy jó dolog, örülnek neki. A mostani évadra a szervezők változtattak a programnak egy-két elemén, a fő cél azonban ugyanaz maradt. Az ország a valamennyi pontján megtalálni a tehetségeket. Próbáltunk finomítani és figyelni arra, ami nem annyira működött, melyik amire inkább szükség volt. Megpróbáltuk a havi felmérőket elengedni, az egy idő után unalomba fulladt, hanem inkább a képzésekre helyeztük a hangsúlyt. Mi azt jelenti, hogy bevontuk a szülőket és az edzőket, hiszen ők foglalkoznak a gyermekekkel, az ő képzésük talán a legfontosabb. Képzési programokban van egy-két változás, ott ugye próbálunk mindig újdonsággal szolgálni a sportolóknak, illetve hát a bekerülésen kellett egy picit módosítani, mert nagyon erős volt most a mezőny, illetve hát volt olyan országos bajnokságon döntős helyezés elé sportoló, aki nem került be a keretbe, ezen próbáltunk finomítani. A jövő bajnokai program azért is fontos, mert a bázisát már a magyar úszásnak túlzottan szélesíteni nem lehet, hanem inkább a meglévő versenyzőkre kell koncentrálnunk, és kell megadnunk mindazt a támogatást, ami az eredményhez vezet. A kezdeményezés sikerességét pedig mi sem bizonyítja jobban, mint hogy már a felnőtt Európa-bajnoka is van a program történetének. Az nekünk egy fontos szempont, hogy a tehetségek felbukkanása az ne véletlenszerű legyen, persze véletlenszerű sok esetben, de hát legalább nem minden esetben legyen véletlenszerű, és ez a program valóban lehetőséget ad, és úgy gondolom, hogy ez a generáció már más, mint a mi generációnk, sokkal összetartóbbak, drukkolnak, szurkolnak egymásra, baráti viszonyt ápolnak egymással, és hát a sport az az érték, a mindennapi úszás az az érték, aminél szerintem kevesebb jobb dolog van az életben. Egyrészt mondjuk, hogy válogatott, másrészt pedig ez egy utánpótlás program. Itt inkább a nagy merítés, amire szükségünk van. Petró Iván utánpótlás szövetségi kapitánnyal együttműködve a serdülő válogatottat már innen tudjuk adni neki. Láthatóan a gyerekek is élvezik a rendezvényeket. Azt kérdeztük tőlük, mit szeretnek a legjobban a jövő bajnokai programban. Találkozhatok a más városokban élő barátaimmal is, és egy váltóba is alkotunk egy csapatot, és úszhatunk benne. Olyan családok is kaphatnak felszerelést, akik még nem kaptak, vagy esetleg a kereteikén kívül van. Vagy még az, hogy eredménytől függően, de elmehetünk edzőtáborba, vagy más régión belüli emberekkel találkozhatunk. És az sem utolsó szempont, hogy a program keretében a korábbi klasszis versenyzőkkel, az olimpiai bajnokok testületének tagjaival is rendszeresen találkozhatnak a fiatalok. Na de mi az, amiért érdemes felnézni a nagyokra?
Risztó Éva vezetésével az olimpiai bajnokok testülete és már egyre jobban segíti a munkánkat itt a jövő bajnokain belül. Rendezvényekre jönnek. Ez a gyerekeknek nagyon fontos, amikor egy olimpiai bajnok lemegy közéjük, beszél velük, illetve hát kíséri őket. Nagyon sokszor találkozunk nagy úszókkal, és ezek ösztönöznek minket, hogy igenis csináljuk és szorgalmasak legyünk, és csak akkor lesz meg az igazán az eredmény, amit mi szeretnénk. Gyurta Dániellel találkoztam, amikor abba hagyta az úszást, én ott voltam, együtt úsztunk 50 mellett, és a beszéde nagyon megfogott, hogy mennyire sajnálja, hogy abba kell hagynia, de hogy még igenis élvezte az úszást, és élvezte, amit csinált. Mert nem adták fel. Mert bármilyen nehéz is volt nekik, megcsinálták, és tudták, hogy meg tudják csinálni.